Több baleset is történt az elmúlt napokban Nagykanizsán és környékén. Pénteken a Békástó utcai kereszteződésben ütközött össze két személyautó. A Boszorkány utcában közlekedő Ford sofőrje ugyanis nem adott elsőbséget, a kereszteződésbe hajtva karambolozott egy Audi-val, melynek következtében az Audi sofőrje könnyű sérülést szenvedett. Szombaton a 6804-es úton egy BMW sofőrje okozott balesetet. A 49 éves nő Súrdról Nagykanizsa felé közlekedett, a községből kiérve az út jobb szélén megállt, majd barra történő megfordulás közben összeütközött a vele azonos irányba haladó Suzuki-val. A balesetben a suzuki vezető 20 éves férfi könnyű sérülést szenvedett.